Szép jó estét, szeretettel köszöntök mindenkit újabb soproni Dharma beszédünkön. Egy olyan kérdésről lesz szó, amely nem szerepel a szútrákban. Nem szerepel a sásztrákban, az értekezésekben sem, és nem szerepel a zen koanokban sem, de én azt gondolom, hogy ma este ezzel a kérdéssel kell kezdenünk azért, hogy emberi helyzetünket ezen a planétán nem csak, hogy jól lássuk, hanem hogy megfelelő irányba futtassuk ki. Mi mondatja ezt velem? Több száz éve, sőt megkockáztatom, több ezer éve próbálják emberek kisebb-nagyobb számban megmenteni ezt a Földet, megmenteni, megszabadítani ezt az emberiséget, és látszik, hogy nem sikerül. Nagyjából ugyanazokat a köröket rójuk, nagyjából hasonló problémákat gyártunk le generációról generációra, és úgy tűnik, hogyha a béke és háború váltakozásait, a hét szűk és a hét bő esztendő váltakozásait nézed, hogy mi emberek nem nagyon tanultunk a történelemből. Még a saját személyes történelmünkből csak-csak, bár az sem mindig, de a generációkra épülő történelmünkből masszívan nem tanultunk. Ha értenénk a szenvedést, akkor nem termelnénk újra a háborút, az éhínséget, a gazdasági válságokat, de mégis újra termeljük őket. Én most azt javaslom, hogy nézzünk szembe a helyzetünkkel, mint emberiség ezen a planétán, úgy, ahogy van. Nem tudjuk igazából, hogy miért vagyunk itt, és nem tudjuk, hogy az összes erőforrást hogy használjuk föl helyesen. A viselkedésünk a rákos daganattól a vírusos elváltozásig mindenféle formát fölvesz, csak éppen nem felhasználóbarát és nem környezetbarát. Tehát ha szembenézünk a viselkedésünkkel ezen a planétán, akkor a sok-sok humanista ideál mellett érdemes föltenni azt a kérdést, hogy ha már ilyen vírusszerűen viselkedünk, akkor milyen vírusok szeretnénk lenni? Tehát mi módon szeretnénk kimeríteni a gazdatest energiáját, mi módon szeretnénk szaporodni, mi módon szeretnénk energiát elsajátítani, új víruskultúrát létrehozni, és a többi, és a többi. És ha hiszed, ha nem, vannak olyan bátor tanárok, akik ezt a középiskolai osztályban feladatul adják. Minden tiszteletem az övék, mert óriási tudatnyitó hatással lehet ez az ifjúságra, akik még nagyon sok ideával rendelkeznek, és azt gondolják, hogy az emberiségben olyan sok szép van, meg jó van, az is van. Csak nem szabad elfelejteni az alapvető viselkedésünket, és az alapvető helyzetünket ezen a bolygón. És sajnos, ahogy nézed az exponenciális szaporodásunkat, és azt, hogy az elmúlt jó pár ezer évben hogyan viselkedtünk, a mennyiségünkkel együtt, amely most már a 7 milliárdot túllőtte, nem emelkedett a minőségünk. Tehát ilyenkor egy adott populációban két dolog tud történni. Az egyik, hogy a minőség elindul fölfele, megtanulunk egymás mellett élni, megtanulunk helyesen erőforrásokat kihasználni, megtanuljuk a ciklusok miben létét, a linearitás miben létét, az okozatiság miben létét. De ezt nem tesszük meg, akkor a számunk, a mennyiségünk fog csökkenni, mert elmulasztottuk a minőséget megemelni. És most nehogy azt hidd, hogy én véletlenül valami rejtett világvégéről beszélek. Semmi ilyesmiről nincs szó. Egy vírustörzsről van szó, a Homo sapiensről, amelyik semmi más nem csinál, mint bekerül egy adott környezetbe, szaporodik, okosodik, tanul, adaptálódik, egy csomó egyéb gyönyörűséget is létrehoz, mint zene, meg kolostorok, és eközben szép lassan a domináns fajjá alakul a Földön. Tehát, ha ilyen vírusszerűen viselkedünk, hogyan illő viselkedni? Mi az igazi létfenntartó viselkedés? És ahogy a tanulmányok ezt kimutatták, a gyerekek előbb-utóbb rájöttek arra, hogy olyan vírusként érdemes viselkedni, amelyik a gazdatestet a legtovább életben tartja. Tehát nem egy kéthetes lappangás után letarolom egy hét alatt, hanem szépen lassan szívom el az energiáját. Sőt, olyan vírusokat is kitaláltak, akik az energia egy részét visszatáplálják a gazdatestbe, azért, hogy ez minél tovább éljen, minél tovább eltartson minket. Csak mi nem intelligens vírusokként, hanem rendkívül buta vírusokként viselkedünk, és nagyon hamar
pár száz vagy pár ezer év alatt ezt a több milliárd éves ökoszisztémát teljesen tönkretesszük. Egymást egy-egy generáció alatt képesek vagyunk leamortizálni, amikor azt hallod, hogy 20 éve nem beszélünk egymással. Mondjunk le arról, hogy állandóan javítani, jobbítani ugye szeressünk. Mert úgy tűnik, hogy ez a szándék tényleg a pokolba vezető jószándékú út nyomán olyasféle kudarcokkal van kikövezve, amelyek a helytelen kiindulásból fakadtak. Nem néztünk szembe önmagunkkal, és nem néztünk szembe a helyzetünkkel, hogy valójában kik vagyunk, és valójában mit csinálunk. Ha a vírus oldaláról, ha a szenvedéstől való megszabadulás oldaláról közelítem, egyaránt felmerül az, ami az egyensúly problémája. Tehát az egyensúly, amely szükségszerű, hogy dinamikus egyensúly kell, hogy legyen, hogyan állítható be, hogyan tartható fent, vagy ha elvesztettem, hogyan nyerhető vissza. És ekkor a Mahayana buddhizmus egyik legfontosabb tanítását, a középút tanítását szeretném ide segítségül hívni. Ezt mindenki a saját életében sokszor tapasztalta. Akár úgy, hogy nagyon berúgott és nagyon másnapos lett, akár pedig úgy, hogy egyáltalán nem rúgott be nagyon sokáig, és nagyon-nagyon józan maradt. A két szélsőséget tapasztalta. Aztán azt is tapasztalta, amikor megállt egy pohárnál. És nem nézett a fenekére sokszor, hanem megállt egy pohárnál, és nem ivott többet aznap este. A központi kérdése a középútnak az az, hogy mi az elég. Ez radikálisan különbözik attól, hogy mit akarok. Az akaratomat nagyon sok minden vezérelheti. Vezérelheti vágy, kapzsiság, dű, harag, különböző vonzó és taszító polaritások. Az akaratomban ez mind benne lehet egész addig, amíg ki nem tisztítom belőle. De valójában mi az elég? Nem tudom, hányan láttátok azt a felmérést, amelyet pár évvel ezelőtt követtek el nyugati újságírók. Elmentek különböző kultúrákba, India, Korea, Észak-Afrika, Dél-Amerika, Észak-Amerika és Európán belül is több ország, és azt kérték egy családtól, hogy rakják le egyszerre egy heti élelmiszer szükségletüket. És közben a családok fényképeit is közölték. És ekkor, ha ezt végignézted, legalább 2-3 hátraszaltót dobtál. Legalább. Hogy egy beduin vagy szubszahara család az ugye mennyinél alig, tehát 2-3 ilyen bevásárló szatyor, ilyen nagyon kevés, és ott vannak a gyerekek. És megláttál egy-két észak-amerikai vagy nyugat-európai bevásárlókosarat, azok meg mint a konvoj. Tehát hogy egy hét alatt mennyit vásárol, egy hét alatt mennyit sajátít el. Jellemző volt, hogy az ilyen shopping mall nélküli kultúrákban egy darab palackozott italt nem láttál. Semmit. Az égvilágon. Ott volt egy kanna vagy egy veder, amiből az annyi ivóvizet ugye kinyertek, ami egy hétre kell. Úgyhogy, ha ezt megnézed, akkor döbbenetes, hogy az emberi tudat mennyire befolyásolható az irányban, hogy mi az elég. Egyszer megmondja magának, hogy ennyi volt, és kész. És ez már nagyon más, mint a biológiai szükséglet. És ezzel nem azt szeretném sugallani, hogy igen, fokozzuk le magunkat biológiai szükségleteink alapszintjére. Ezt más társadalmak megpróbálták, és én nem abból a sátorból jöttem, ez egy másik sátor. Úgyhogy azért fontos megnézni, hogy mi az elég, mert az öröm, a harmónia, a kreativitás, azok az emberi értékek, amelyekért tényleg érdemes élni, azon emberi minőségek, mint szeretet, bizalom, odafordulás, ezek nagyon jól művelhetők az elégséges határán belül. Sőt, hogyha ezeket a minőségeket szeretnénk művelni, és szeretnénk, hogy az életünkben jelen legyenek, ahhoz meg kell maradnunk a középúton. Miért? Mert a szélsőségek szétrázzák őket. Túl sok figyelmet fordítok rá, nem is akar rólam hallani. Hagyjon békén, mondja. Túl kevés figyelmet fordítok rá, előbb-utóbb elkezdi verni az asztalt. Ha már valamilyen szintű viszonyunk van, akkor miért nem figyelsz rám? Megfelelő figyelem, megfelelő odafordulás, kívánatos minőségek az anyagi világnak is a hasonló intelligens vírus, vagy pedig együttérző domináns faj működését kívánják meg.
Ezt hívjuk középútnak, ezt hívjuk annak, hogy mi az, ami elég. Nézd meg a személyiség négy nagy működési területét, cselekvés, beszéd, gondolkodás, érzelem. Van még egy csomó más, csak most ezt a négyet nézd meg. És hogy egy nap alatt mennyivel többet beszéltünk, mint kellene, mennyivel többet gondolkodtunk, mint kellene, mennyivel több érzelmet formáltunk projekciók, elvárások és egyebek formájában, mint kellene, és mennyivel kevesebbet tettünk, mint lehetett volna. Ha ezt a négy faktort megnézed, akkor beáll egy arány, beáll egy természetes szükségesség és elégségesség. És ahhoz, hogy ezt tisztán lásd, ahhoz érdemes a tudatot letisztítani, mindenféle előítélettől, dualitástól mentes állapotba. A Mahayana buddhizmus még egy lépéssel tovább is megy, mert ezt a négy nagy személyiségterületet megszemélyesíti. Az érzelmek legfinomabb formája az együttérzés, és ehhez oda rendeli Avalokiteshvara bodhiszatvát, Koreyul Kwansemun Bosalt, aki az együttérzés bodhiszatvája. Miért fontos ez? Az ember szeret megszemélyesíteni, szeret projektálni, szeret térbe kihelyezni tudattartalmakat vagy személyiségelemeket, és miután azt úgy letisztogattuk, és a helyes viszony kialakult ezzel a képpel, utána vissza is rakjuk, internalizáljuk. A második ilyen, ugye a gondolkodásnak a megszemélyesítője, aki hát a bölcsességben, mint a legfinomabb formában öltestető, Manjushri, vagy Munsu Bosal koreaiul, a cselekedet, Dehang Boyon Bosal, nagyon fontos, hogy a helyes cselekedet vagy tetterő bodhiszatvája ott legyen a panteonban, mert nagyon sokszor tudjuk, hogy mit szeretnénk, érezzük, hogy mit kellene, kimondtuk, hogy mit ígértünk, de mégse tesszük meg. És ekkor beáll a hasadás a személyiség különböző elemei között, és ez még nem kóros. Itt még nem kell gyógyszert szedni, itt még nem kell Ausztriába járni kezelésre. Hanem észreveszed, hogy megvan az a diszonancia benned, hogy nem egészen azt mondtad, mint amit csináltál. Nem egészen azt közölted, amit gondoltál. Nem egészen azt érzed, mint amit szóba fogsz. A negyedik, a beszéd, amelynek a legmagasabb szintű megtestesülése, a fogadalmak, az eskük, amikor 100%-os érvénnyel hangzik el a szó. Valóságteremtő módban vagy, és nem csak leíró módban. Az ő bodhiszatvája Zhijang Bosal, azaz Kshitigarbha, és érdekes, hogy a hagyomány szerint Kshitigarbha a vezetője a lelkeknek a testből való távozás után. Tehát a halotti szertartásokban Zhijang Bosal ének van, és ennek azért van ekkora jelentősége, hogy a legmélyebb fogadalmaid, az igazi eltökéltséged, a valódi irányvételed érvényesüljön, és ne csak az, amivel úgy telehintetted a te személyi környezetedet, a saját karmikus zajod, a feldolgozatlanságaid, hogy ne azokba kapaszkodj, hanem a valódi útválasztásod, a valódi szándékaid érvényesüljenek, amiket a legkomolyabban gondolsz, és valamikor ki is mondtál. Ha ezt a négyet így szépen csokorba szedjük, a beszéd, a gondolat, az érzelem, a cselekedet, megnézed a személyiséged működését ezen a négy területen, biztos találsz valami finomítani valót. És a szertartások, a meditáció, a lelki gyakorlat pontosan ezt szolgálja. Tisztán, a szükséges és elégséges meglátásával, másokat segítve igazi emberként éljünk, és ne lehessen se egyénileg, se családilag, se társadalmilag, uram, bocsá, egész emberi fajunkat nézve, vírushoz hasonlítani minket, pedig, ha megnézed, pontosan így működünk. Az ennek az az egyik nagy lehetősége, hogy lehetőségeket ad neked. Nincs benne semmi olyan dogmatika, amit el kellene hinned, hanem egy olyasféle tudati tér, tiszta tudati tükör lehet a tapasztalatod, amelyben tisztán látszanak a választásaid. Milyen döntést hozol? Milyen irányt veszel föl? Mit teszel? Mit mondasz? Mit érzel? Mit gondolsz?
és itt mindennek te vagy a gazdája. A tanító csak segít, a tanítás csak artikulál, a közösség pedig egymást erősíti, hogy egymással együtt, hogy együtt jobban tudjunk gyakorolni. Ha van egy jól megrakott szekér utasokkal, és kátyúba, sárba oda beleragad, biztos, hogy a kocsis egyedül nem fogja tudni kiszedni onnan. Mindenkinek le kell szállni, és mindenkinek szépen el kell kezdeni hintáztatni a szekeret, és kihórukkozni a kátyúból. És nagyon nem hisszük el, hogy a jelenlegi válsághelyzet, amelyben úgy látszik, hogy néha csak országok vannak, vagy országrészek vannak, hogy ez így megoldható lenne. Elsősorban az egész emberiség válságáról kell szólnunk, amely főleg a tudati válsággal kezdődik, és ennek különböző manifestációi vannak különböző kultúrákban, különböző módokon. Egy kapitalista kultúrában ez gazdasági válság. Egy vallási alapú kultúrában a vallási szélsőségek összetűzésének a válsága. Egy természetközeli kultúrában a természettől való leszakadás válsága. Egy csoport alapú társadalomban a csoport dezintegrálódásának a tapasztalata. Egy egyéni alapú társadalomban az egyének társulásképtelensége a jelenség. Amikor meglátod, hogy az adott platform nem működik, és nem tud ezen az alapon eljutni egyről a kettőre, múltról, jelenbe és a jövőbe, valami megakad, valami kikerült a helyéről. Szó szerint a szanszkrit kifejezése annak, hogy szenvedés, dukka, az azt jelenti, amikor a tengely kikerül a kerékagyból, és mellette van, és nem tud a tengely és a kerék találkozni. Ez a szétesettség, széttagoltság, működésképtelenség állapota. És amikor az ellentetje van, a harmónia, a szenvedésmentesség állapota, az a szukka. És a szukka pont azt jelenti, hogy ott van a kerék, és szépen forog a tengely benne. Illetve a tengelyen forog a kerék, attól függ, honnan nézed. Úgyhogy rá tudunk-e látni önmagunkra? Meg tudjuk-e tapasztalni azt a tiszta tudati tükröt, igazi önvalónkat, amelyben jól látszik a karmánk? Jól látszanak a gondolataink, az érzelmeink, a cselekedeteink, a beszédünk. És egyfajta integrált, de nem egységesített és uniformizált viselkedéssel hasznosak lehetünk egymásnak is, és ennek a világnak is. Világos és harmonikus életet tudunk élni. És ez nem zárja ki a kreativitást, nem vesz el belőled semmit, csak pontosan azokat a túlzásokat, azoktól a túlzásoktól ment meg, amelyeknek a hatásait már annyiszor láttuk. Hogyha a háború békét hozna, akkor elég lett volna egyetlen egy háború az emberiség történetében, és akkor már világbéke lenne örökre. És kiderül, hogy ez nincs így. A háborúból soha nem lett béke. A békeszerződésből lett béke, amikor már elég volt. És akkor abba hagytuk. A problémáknak a kibontakozása önmagában, a megjelenése, amennyire elkerülhetetlen, olyannyira nem a megoldás. Tehát a szélsőségekbe való belezuhanás önmagában még nem megoldása semminek, csak egy elkerülhetetlen manifestációja egy feldolgozatlanságnak, megoldatlanságnak. Milyen vírusok szeretnénk lenni? Középút, követő, intelligens, együttérző, bölcs vírusok, vagy pedig nagyon-nagyon rövidlátó és leraboló pillanatok alatt lázban, egyébben a gazdatestet elpusztító vírusok. Ez a mi döntésünk. Már ott van nálad a mikrofon, mondjad. Az lenne a kérdésem, hogy egy helytelen cselekedet lehet-e helyes, és vagy fordítva, szándéktól függően. Hát a kérdésem arra vonatkozna, hogy a szándéka fontos, vagy a tett? Az abstrakció és az önvédelem az azonos, vagy különböző? Jó kérdés. Tehát önmagában, ha csak azt mondod, hogy szándék, és utána pedig a cselekedet, mint okozat, egyik sem helyes vagy helytelen. De ha kiragadod az adott környezetből, és megfosztod a konkrétumoktól, lehetetlen rendesen válaszolni a kérdésre, mert valami zen elmélettel fogom behinteni a teret. Ha van egy konkrét probléma, ahol van valami, ami látható, hallható, ahol vannak emberek, van környezet, van valós okozatiság, arra lehet válaszolni. Abstrakciókban szerencsére a zen nem gondolkodik. Azokban az abstrakciókból nagyon gyorsan dogmák lennének.
a dogmákból pedig utána egyházszakadás. És a nyugati zeniskola azt mondja, hogy a szándéka fontos, a keleti zeniskola azt mondja, hogy a végeredmény fontos, és utána elindul a vallásháború. Mert ilyen nincsen szerencsére. Mi a valódi kérdés? Hallgatlak. Például egy hazugság mondjuk, hogyha nem az a szándékunk vele, hogy mondjuk ártsunk a másiknak, hanem mondjuk az, hogy pont az, hogy ezzel segítsünk neki, akkor az helyes vagy helytelen. Mert önmagában a hazugság az helytelen, de ilyen szempontból is az. Tegyük fel, hogy te egy nagyon-nagyon komoly állatvédő vagy. És te nem szereted, hogyha az állatokat levadásszák, legyilkolják, feldolgozzák, főleg, ha nem ilyen dobozokba téve élelmiszernek feltálalják, és sétálsz az erdőben. Egy nyuszika elmegy melletted, balra. Jön utána a vadász, és téged megkérdez, mint állatvédőt, hogy mondja már, tudja, hogy merre ment a nyuszika? És látod, hogy itt vadászat van. És hogyha te nagyon-nagyon igaz ember akarsz lenni, akkor azt mondod, hogy hát balra ment, mert azt tudod, azt láttad, hogy balra ment. Ekkor a vadász utána megy, és egy idő után hallasz egy puskalövést, és boldogan a trófeával visszajön. És megmondja neki, jaj, köszönöm szépen, de jó tanácsot adott, sikerült is. Hogyha az állatvédő bekapcsol, és azt mondod, hogy hú, hát ezt elvállalom ezt a hazugságot, most nem érdekes, hogy utána mit érzek, hogy nem azt mondtam, mint ami a valóság volt, ez eküdöm jobbra. Menjen jobbra. És gyorsan, nagyon gyorsan, a másik lehetőség, a harmadik, hogy hallgatsz. És a hallgatás által megmarad az a lehetőség, hogy az illető elmegy balra, és meglövi a nyulat. És ilyenkor a te saját erkölcsi iránytűd be fog jelölni egy olyan fontossági sorrendet, ami abban a pillanatban, abban a helyzetben konkrétan érvényesíthető, de nem lehet alapelveket, dogmákat és ilyeneket gyártani belőle. És ez az, hogy mi a fontos. Az a fontos, hogy megmentsem a nyuszi életét, vagy az a fontos, hogy igazat mondjak, mert a kettő nem megy együtt. És ha azt gondolod, hogy akkor fontosabb az, hogy te igazat mondj, és a nyuszi az kösz lehet pörkölt vagy leves, akkor megmondod az igazságot, és elküldöd a vadászt arra, amerre a nyuszi ment. Ha pedig az a fontosabb, hogy a nyuszi éljen, és te elkövess egy ilyen bűnt, akkor te nyugodtan elköveted ezt. Semmi gond, mert a nyuszi élete fontosabb. És ez az emberi élet sok-sok ellentmondása közül az egyik. És ezzel szembe kell nézni, hogy az életben nincsenek 100%-osan egyértelmű dolgok, helyzetek és viszonyok. És fel kell tudnod mérni, hogy mi a fontos. Volt régen Magyarországon egy film, amit egy valós bányatűzről készítettek. Az volt egy cím, hogy 11 több, mint 3. És ez egy nagyon-nagyon komoly választásról szólt. Volt egy bányászfalu, begyulladt két tárna, volt egy mentőosztag. És a tűzoltó parancsnoknak el kellett döntenie, hogy hova küldi. Az A tárnába vagy a B tárnába. Az egyikben voltak 11-en, a másikban 3-an. És mindenki ismert mindenkit. Mindenki egy kocsmában ivott. Mindenki tudta, ismerte a másik életét. És hozott a tűzoltó parancsnok egy ilyen döntést, 11 több mint 3 megmentette a 11-et, és a ahol barátai voltak a 3 között, és könnyei között veszni hagyta a másik 3-at. Az élet így sajnos teljes. Tehát nem lehet tökéleteset, nem lehet teljesen független megoldást, és nem lehet olyat, ami örökké tart. Tehát a mulandóság, a tökéletlenség és a kölcsönös függőség az az élet velejárója. Tessék szembenézni vele. És hogyha ezzel szembe tudunk nézni, akkor tudunk emberi vagy helyes döntéseket hozni, de tökéletes nem, örökké tartót nem, minden igényt kielégítőt nem, és a többi. Úgyhogy nézd meg, az adott helyzetben, az adott pillanatban mi a fontos, ki a fontos. Pillanat alatt föláll a hierarchia, ami a te általános életirányodat, étoszodat, cselekvésmódodat követi. És azt szerint cselekszel, és elviseled a következményeit. Ha éntelenség, és nincs egy állandó énünk, akkor például egy következő életben mi megy tovább? Vagy mi marad belőlünk? Marad egyáltalán valami? Azt mondod, hogy van éned, 30-at kapsz.
nincs éned, akkor is 30-at kapsz. Tehát itt megint az emberiség rövidlátásának a fogalmi kifejeződéséről van szó, hogy van itt egy csomó minden, egy ebben a testben, gondolat, érzelem, beszéd, múlt, jelen, jövő, jó és rossz és egyebek, és ezt úgy elneveztem énnek. És a zen egy óriási gyakorlótér arra, hogy megtaláld, hogy e mögött az én mögött mi van. Ha azt mondod, hogy semmi sincs, akkor olvasd el a Micimackót még egyszer, nyuszival ezt nagyon jól leboltolják, hogy senki nem mondhatja azt, hogy senki. Ez itt a vége a vasárnapi látogatásnak. Aztán persze bemegy Mackó, és van tejméz Kánaán, de ez azért fontos, mert tényleg a senki nem mondhatja azt, hogy senki. Tehát ez nagyon fontos akkor, amikor ugye a nihilistákat így vissza kell hozni a saját szakadékuknak a széléről. Ugye? A másik meg a pozitivistáknak az iszonyatos problémája, mert akkor téged el akarnak különíteni, mint a lélek, meg az ember, meg stb. És akkor, hogy az majd tovább megy, és akkor van valami szilárd magva ennek az egésznek, ami úgy fogható, tapasztalható, leírható, és akkor ez a szilárd majd, mint lélek vándorol. Ez se igaz. Ez is helytelen. Mert hogyha ezt meg akarod találni, hogy mi az a szilárd valami, ami benned a lélek és az ott vándorol, azt nem fogod megtalálni, egy rakás karmát fogsz találni, ami a vonzások és választások miatt összeáll. Tehát a léleknek nincsen szilárd tartalma, de mint entitás létezik. Na, ez általában ki szokta verni a biztosítékot, mert az emberek mindig azt mondják, hogy van vagy nincs, mondja már meg, nem mondom meg. Találd meg a valós állapotodat. Tapasztald meg, hogy valójában ki vagy, vagy mi vagy, mert a ki az a külső héjazat. A mélyszerkezetben nincsenek ilyen állandó egoitások, meg ilyen kész személyiségelemek, tudod, mint a filmekben, hogy kiragadod a ládából, bekapcsolod, és akkor az ott megy. Ez nem így van. Alakulunk, kérem, alakulunk, mint ember, mint személyiség, mint társadalom. Változunk és alakulunk. Úgyhogy mi az, ami tovább megy? Hát elsősorban azt kéne látni, hogy mi az, ami idejött. Tehát mi volt az, ami fölvette ezt a testet, és most lát a szemeddel, hall a füleddel, beszél a száddal, cselekszik a testeddel, mi az? És ezért fontos a meditáció, amikor felteszed a kérdést, és ülsz ezzel a kérdéssel, hogy mi ez, vagy mi vagyok. Minden, amiben személyrag van, ez egy kicsikét rozsdás, mert le kell róla hántani ezt a személyragot, hogy a lényeghez eljuss. Tehát a pogácsának el kéne felejtenie önmagát, hogy a tésztához is visszajusson. A túros buktának is, a szerelmes levélnek is, meg a különböző egyéb tésztaneműeknek is. Tehát ahhoz, hogy megtapasztald a lényeget, azt a fajta eredetet, ahonnan jöttünk, ahhoz a kialakult önmagadat el kell tudni felejteni. Egy kicsit nem tudni önmagunkat. És ezáltal megismered igazi önvalódat, és ennek a tükrében nagyon jól látod a kialakult személyiségedet. Vagy a dinamikusan változó személyiségedet. Úgyhogy, ha azt mondod, hogy van valami, ami tovább megy, hiba. Azt mondod, hogy nincs semmi, ami tovább menne, az is hiba. Tehát a lélek működését, az, hogy pontosan mi van benne, azt nagyon sokan megpróbálták leírni, még többen megpróbálták elhinni. Én most arra szeretnék mindenkit lelkesíteni, hogy nehogy elhidd ezt a sok-sok írást. Tapasztald meg, hogy mi az, ami benned azt mondja, hogy én. Tapasztald meg, hogy benned mi az, ami tud, vagy nem tud. Mi az, ami álmodik, és mi az, ami ébren van. Mi az, ami beszél, és mi az, ami csendben van. Úgyhogy ha fölteszed ezt a kérdést, hogy mi ez, és tapasztalod rá a választ, akkor megtapasztalod azt, ami nem keletkezik és nem múlik el. Nem jó és nem rossz. Nem jön és nem megy. És ennek a tükrében minden látszik. A fizikai test is, a lélek mozgása is, testünk és tudatunk teljes működése. Hogy egy kicsikét hasonlattal éljek, és adjak egy modellt, amit elvihetsz magaddal, egyfajta konkrétumot a sok-sok relativitás mellé. Szeretném ezt a pszichofizikumot, amit mi embernek hívunk, vagy érzékszervhez kötött lénynek, 8 szinten szemléltetni. Az első 5, látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés, ezek mind fizikai érzékszervek.
A másik három fizikumhoz kötött, de mentális képességek. A hatodik az a fogalomalkotó elemző gondolkodás. A hetedik a megkülönböztető, identitás teremtő, ítéletalkotó gondolkodás. És a nyolcadik a megtartó, emlékező, vagy onnan visszaemlékező gondolkodás. Az első öt az a hardware. A második három az a software, és az endben az operátort keressük. Tehát mi az a tudat, amelyik látja ezt a nyolcat? Mi az a tudat, amelyik észreveszi a változást, sőt irányt szab a változásnak? Na ez az, ami a nyolcban nincs benne. Hát az operátor sohasem lesz egyenlő a hardware-rel és a szoftverrel. De műveli, látja, változtatja mind a kettőt. Igazi önvalót soha nem született meg, és soha nem hal meg. De a test és a lélek az összekapcsolódik, meg szétválik. És ez teljesen egybe van gyúrva. És az emberi életnek egy óriási feladata, hogy ezeket világosan megkülönböztesse, lássa az együttműködésüket, és jusson el oda, ahonnan ez az egész vétetett, és az egész kezdetben és végben ugyanaz, ahol az alfa és az omega nem különbözik. Na ez az az enyészpont és kezdőpont, ami stabilitást adhat, de ezt nem tudom neked megfogni, anyagiasítani, érzékszervvel tapasztalhatóvá tenni. Ezért kell mindenkinek saját maga erőfeszítéséből eljutni erre a pontra, megtapasztalni ezt, amit igazi önvalónak mondunk, de eredetileg nincs neve és nincsen formája. Amikor ezt a hangot hallod, akkor ebben a pillanatban nem volt gondolkodás, nem volt dualitás teremtés, nem volt te meg a világ, az összes belső és külső élményed. De ebben a pillanatban volt egyetlen egy olyan momentum, amikor nem gondolkodott senki. És ez egy picike kis tapasztalás lehetett. És a meditációnak az a dolga, hogy szemléltetés, hanghatás és egyéb nélkül tudd ezt átélni. Sőt, az élmény legyen folyamatos, legyen hasznos, tehát ebben a tükörben láss, és aztán helyes döntéseket hozz. Hát jelenlegi, illetve legjobb tudásom szerint az emberi civilizációnak a megjelenésével jelentek meg igazából a háborúk, az éhínségek, járványok, és igazából a vallásokat is a civilizáció termelte ki. Tehát ezeket a vallásokat nem ugye a totemizmusra gondolok, meg az egyéb törzsi vallásokra, hanem a mai nagy világvallásokra elsősorban. És igazából azt is gondolom, hogy amiket itt felsoroltál, tehát az, hogy vírusok vagyunk, ez gyakorlatilag a civilizációnak a szükségszerű következménye. Tehát igazából egyszer a dalnak mindenképpen vége lesz, valamilyen úton, módon. Na most kérdés az ugye, hogy milyen menetben akarunk így a vége felé járni a dolognak. Milyen dekrescendót szeretnénk, ugye? Igen, pontosan. És hogyha az ember tudatában van annak, hogy mi is alá vagyunk vetve természeti törvényeknek, és azoknak az egyéb szükségszerűségeknek, amik a civilizációnak a velejárói, akkor ezeknek a tudatában hogyan lehet képes arra az ember, hogy belássa ezt a folyamatot? Nagyon jó kérdés. És ennek megfelelően hogyan éljen? Tehát amikor az ember ott van, hogy igen, tudom, hogy ez van, és én mégis szeretnék, és én szeretnék egy olyan életet élni, hogy ne kelljen majd azt mondani az unokáknak, vagy nehogy majd azt mondják rólam, vagy rólunk 150, vagy nem tudom, 1000 év múlva, hogy igen, ti voltatok azok, akik miatt most ott vagyunk, ahol. Vagy éppen nekünk, vagy azt mondhatják, hogy igen, ti voltatok azok, akik miatt még lehetővé tették, tehát akik lehetővé tették azt, hogy mi még itt élhetünk, és szép helyen élhetünk, és élhető helyen élhetünk. Gyönyörű a kérdés. Szeretnék egy olyan mondást idézni, amely úgy általános tanáccsal szolgálhat. Ne úgy tekintsük ezt a világot, amelyet szüleinktől örököltünk, hanem olyannak, amit a gyerekeinktől vettünk kölcsön.
Tehát ez az első olyan szemléletváltás, ami szerintem a lineáris időt úgy segít helyre rakni. Áthozza a jövőbeni következménysíkot ide, a jelenbe. Ez egyébként a Gyémánt szútrában összpontosul, hiszen ott hangzik el, hogy a múlt, a jelen és a jövő összes karmája ebben a pillanatban összpontosul. Csak ez egy kicsit nehezebben érthető, mint az előző mondat. Egyrészt, ahogy az előző kérdésre is mondtam, az általánosításoktól nem kell félni és nem kell elkövetni őket. Tehát ahogy te élsz, az te rád jellemző, a családodra jellemző, még akkor is, hogyha egy társadalom tagjaként ugye, érvényesülsz sokszor, és legtöbbször a következő generáció így tekint vissza ránk, mint egy generációra. Tehát nem fogunk kitűnni a múltból a kis emléktáblánkkal, kivéve, hogyha valaki azt hogy megfaragja és fölteszi a ház oldalára. Mindenkinek a tudatában már ott kell lennie annak a következménynek, ami ezután a decrescendo után van, ami ezután a ciklusváltás után van. Nem az a kérdés, hogy a ciklusnak vége van-e, mert a személyes, családi, társadalmi és civilizációs ciklusok azok megjelennek, körbe mennek, és szerencsére különböző sugárral, rádiusszal, de véget érnek. Az igazi kérdés, hogy mi lesz a következő. Tehát ahogy befejezzük ezt az adott ciklust, milyen újat nyitunk meg? És ez a befejezés és kezdés, ez a tudatban, ez egyszerre is történhet, mert úgy fejezem be ezt a jelenlegit, hogy már tudom, hogy milyen következőt szeretnék megnyitni. Úgy élem ezt az életet, hogy már arra készülök, hogy a következőben mit szeretnék, akár magamnak, akár a leszármazottaimnak, mert ilyen szinten mindegy, hogy az én következő életem, vagy a gyerekeimé, az unokáimé. Ilyen szinten ez ugyanaz. Tehát milyen elemei és milyen iránya van ennek a mostani ciklusnak, ezt lehet látni, csak ki kell nyitni a szemünket, meg a fülünket, hogy pontosan milyen világban élünk, milyen ciklusokat hoztunk létre, és hogyan működünk. És ezek közül a ciklusok közül le lehet zárni egy párat nagyon-nagyon gyorsan. És az egyik kedvenc példám az a hulladékhasznosítás. Tehát 40 évvel ezelőtt teljesen másképp viselkedtünk a szeméttel szemben, nincs szemét. Tehát ez a mi tudatlanságunk, hogy szemét van, a természetben nincs szemét. Megfigyelted? Tehát láttál olyat, hogy valami a dzsungelben nem tud 1000 évig lebomlani? Tehát, hogy az emberiségen kívül csinált volna valaki ilyen nejlonzacskót? Tehát megnézzük azt, hogy az elindított ciklusokat hogyan tudjuk befejezni, és hogyan tudunk újakat indítani, amelyek már másképp működnek. Tehát olyan zsákocskát csináltunk, ami szerves, és lebomlik, és komposztálható, és a többi, és a többi. A gondolatainkkal, a tetteinkkel, a személyiségünk összes ilyen nagyon-nagyon fontosnak tűnő elemével ugyanaz a helyzet. Mi a saját viselkedésünkkel? Mennyi szemetet termelünk? Vagy mennyire tudjuk a gondolatainkat és az érzelmeket visszaforgatni kapcsolatokba, helyes működésbe, kreatív tevékenységbe? Világos, hogy ciklusok keletkeznek és eltűnnek. Az embernek a kis személyes életközép válsága, az ugye körbefordul a várható 70-80 éves élettartamának, hogy körülbelül a felén. Egy civilizáció sokkal nagyobb időtávban gondolkodik, szerencsére. Volt olyan kultúra, amelyek neki 70 év alatt vége volt. Nálunk 42 évig tartott, az oroszoknál olyan 70-75, és úgy lehetett látni, hogy ez elkezdődik, de az alapjai olyanok, hogy nem fog sokáig tartani. A konfuciánus világrend az gyakorlatilag 2300 éve létezik, és most Koreában kezd el atomjaira hullani, mert a fogyasztói mentalitás szétszedi ezeket a kapcsolatokat, szétbombázza ezeket a normákat. Az adott ciklust mi tartja életben? Az adott ciklus kifutása irányvétele micsoda? És hogyha ennek a ciklusnak vége, milyen újabbat indítok, milyen alapon? Mennyire tervezem tartósra? Tehát sok kritikával érinthető a fogyasztói társadalom, de az, hogy tervezetten avultatunk dolgokat, és a szemétdomnak termelünk nagyon drága termékeket, hogy az erőforrásokat ilyen módon pazaroljuk el, ez a következő generációk szemében megbocsáthatatlan lesz. Hogy miért tettétek ezt a földdel? Miért tettétek ezt a társadalommal? A következő ciklus milyen alapon indul? Milyen komponensei vannak? Mit tervezek bele? Milyen iránya van? Mit szeretnék elérni vele?
Egyénileg, családilag, társadalmilag. És ha megnézed, az ilyen szintű nem látás, az ilyen szintű téves nézőgyűjtemény tragikus. Tehát meghallasz ilyen bejelentés nyilatkozat tömeget, és rájössz, hogy hetedíziglen örökítjük azt a karmát, amit nem látunk. Ugyanolyan alapon hozunk új döntéseket, mint amiért a régi nem működött. És ilyenkor a ciklusnak a felszíne más, de a mély szerkezete ugyanaz. És újra termeljük a karmánkat. Újra termeljük a szenvedésünket, boldogságunkat, nagyjából ugyanúgy, ahogy korábban. A decrescendo egy óriási lehetőség egy újabb crescendóra. Ugyanazzal a hangszereléssel fogjuk eljátszani? Ugyanazzal a szerzővel, dallammal, stílusban? Tehát amikor kezdünk, és a zen az tényleg a kezdők szelleme, hogyan kezdünk, milyen alapról, ezen fog múlni minden. Mert más ilyen szinten nincs. Nem fogod fölülről megkapni határozott használati utasításban, hogy te most így élj, te most ezt csináld, te így leszel egyértelmű, így fogod az ellentmondásokat meghaladni. Nincsen ilyen használati utasítás, nincs egy abszolút olvasata az univerzumnak és az embernek, mert ha lent volna ilyen, vagy ha lenne ilyen, azt nagyon gyorsan kisajátítanák, levédetnék, nagyon drágán részekben közölnék, utána el is torzulna, utána el is tűnne, utána újra megtalálnák, stb. Stb. Szerencsére senkinek sem tulajdona az abszolút értékű magyarázat, vagy az abszolút érték maga. Ez mint lehetőség minden emberben benne van, úgyhogy a zen tudat, a zen szellem az a pillanatról pillanatra új kezdést biztosító, az új kezdés lehetőségét látó tudat, de ez azt is jelenti, hogy be kell tudni fejezni régi ciklusokat és elköszönni tőlük. Úgyhogy amilyen tudattal, amilyen minőséggel indítod az új ciklust, pontosan az olyan lesz. Ez a lehetőség, ami bennünk van ennek a meglátására, ezt hívja a Mahayana Buddha természetnek. A megvilágosodás lehetőségének. A tudat eredeti tisztaságának. Igen, csak nagyon-nagyon nehéz, és igyekszem érthetően megfogalmazni. Szóval a mai téma kapcsán jutott ez eszembe. Vannak ugyanolyan emberek, mint mi, ám ők mégis felsőbb hatalom és felettünk állnak, és sorsokról és életekről döntenek. De ez mégis szükséges, hiszen hogyha nem hoznának olyan döntéseket, amilyeneket hoznak jó részt, akkor káosz lenne. Viszont sokszor látjuk azt, meg sokszor érzékeljük azt, hogy öncélúan döntenek, és hogy ezek sokszor negatív hatással vannak, és éppen ezen gondolkodom, hogyan lehet sorsok fölött dönteni, vagy hogy mi késztethet arra egy embert, hogy rosszul döntsön. Nem tudom, hogy érthető-e. Nagyon is. Jó. Elsősorban a jóindulatú előfeltételezéseket szeretném kigyomlálni a kérdésből. Ez már közelebb visz minket a válaszhoz, és ez nem rólad szól, ez a kérdésről szól. Azt mondtad, hogy van egy olyan embercsoport, amelynek jóval nagyobb hatalom összpontosul a kezében, mint az átlagnak. Pipa, így van. De nem áll fölötted. Más helyén van a társadalomnak, és a társadalmat egy statikus hierarchiának elképzelni hiba. Miért? Mert egyszer fönt, egyszer lent. Szépen körbefordul, és ami addig nagyon ment, utána az nem megy. Ezek a helyzetek relatívak. Körülmények és okok vezetnek az okozathoz. Nem feletted áll. Csak más helyet foglal el az adott döntéshozói mechanizmusban. Neked észre kell venni, hogy neked milyen hatalmad van. Te pontosan mind tudsz uralkodni. És ha minden ember csak azon uralkodna, amin egyébként tudna, már nagyon más világot élnénk. De mivel állandóan azt szeretnénk, ami látszólag nekünk nincs, de neki van, ezért állandó projekcióval, panaszkodással és egyébbel élünk, és azt mondjuk, hogy ha az ott nem lenne, akkor ott jobb lenne, de sajnos lennie kell, mert, második előfeltételezés, ha nem lenne, káosz lenne.
Ez így megint nem állapítható meg. Miért? Mert egy társadalom megvilágosodottsági foka az az önrendelkezési foka is. Tehát, ha az adott család, szomszédság és helyi közösség tudatos és helyesen működik együtt a tagjai és a környezet viszonylatában, akkor nem kell felsőbb hatalom, amelyik azt igazgassa. Ha nem, akkor egy állandó diktátum kell, hogy most ne verd pofán, most ne dobd el a szemetet, most ne használjál túl sok vizet, és a többi, és a többi. Ha megnézed, hogy a fölülről jövő diktátum az akkor szükséges, amikor mi, mint embercsoport nem tudjuk, hogy mit csináljunk, vagy nincs erőnk végrehajtani, vagy nincs egység közöttünk, hogy ezt megcsináljuk, akkor van tere ennek a fölülről osztott észnek, vagy diktatórikus hatalomnak. Tehát és itt nem a forradalom az ellenszer, ezt már láttuk az európai történelemben, tele van ilyesmivel. A legjobb azt a nagyon-nagyon viharos Szaturnusz ciklust végignézni, ami 1788-89-től 1815-16-ig tartott. Na, az aztán egy sorsfordító kör. Hogyan indult az ország és hogyan végezte 28-30 évvel később? Döbbenetes. A hosszabb lefutásúak, mint például a nagy október, november, ugye, az se semmi, de amikor ilyen nagyon-nagyon kompakt, ilyen kis Pandora szelencéjében ennyi szenvedés benne van, és látod, hogy hogy nem működnek a dolgok, az tanító értékű kell, hogy legyen nagyon sokáig. A saját magunk tudatának, csoport tudatának elsősorban a kitisztításával tudunk olyan helyzetet teremteni, hogy nincs szükség egy olyan külső hatalomra, amelyik megmondja, hogy mi a helyes, mi a helytelen, hogyan ne szenvedtessük egymást, hogyan osszuk el az erőforrásokat, és a többi. De ez nem csak a mai korra jellemző, hanem nagyon-nagyon-nagyon sok évszázadra jellemző, hogy az emberiség nem érte el ezt a szintet. És vagy önmagunkat, vagy a környezetet, vagy mindkettőt olyan mértékben kezdtük el pusztítani, hogy egyszer csak egy külső hatalomnak megállt kellett parancsolni. Ez mind a saját tudattisztaságunk és az erre alapuló minőségek függvénye, hogy erre szükség van-e vagy sem. Tehát nem akarsz diktatúrát? Legyél tudatosabb, legyél együttérzőbb, legyél bölcsebb, működj együtt jobban, lásd meg az okot és az okozatot tisztában, és akkor előbb-utóbb nem vonzod be azt a szükséget, szükségességet, hogy valaki kívülről, fölülről diktatórikusan ossza az észt, és lekorlátozzon, és a többi. És ez a társadalom evolúciója. Nézd meg, Németország egy nagyon jó példa, hogy az elmúlt 100 évben Németországnak milyen vezetői voltak. És ott mindenki, minden vezető típus az elmúlt 100 évben gyönyörűen szemügyre vehető. Tehát, hogy működött egy Weimári köztársaság, hogy működött egy hitleri Németország, hogy működött Willy Brandt-ék idejében, hogy működött Angela Mutti idején, és működik a mai napig is. Ezek nagyon-nagyon más országok így, hiába ugyanaz a terület, ugyanaz a kultúra, ugyanaz a nép és a többi. Nagyon más mentalitás. Tehát miért tudja most így megoldani a feladatait, miközben mondjuk 60-70 évvel ezelőtt egy teljesen más mentalitás volt. Tehát nézd meg, hogy kettő világháború kellett ahhoz, hogy Németország erre a szintre eljusson. Nekünk mennyi szenvedés kell? Hány darab rossz rendszer kell? Hány darab elfogadhatatlan vezetés kell? És itt nem működik az, hogy kihalásos alapon választunk. Miért? Mert újra termeli önmagát. A vírus leklónozza saját magát. Megvan az a politikai társadalmi DNS, RNS, amitől ez az egész szaporodik. Úgyhogy vigyázzunk, hogy milyen kultúrákat szaporítunk. És ez elsősorban itt dől el, belül dől el. Ezért a te saját autonómiádat nem veheti el senki. A saját szellemi távlataidat nem korlátozhatja senki. Csak saját magad. Meg is nyithatod, és korlátozhatod. Tehát a benső minőségek, amikor elérnek egy bizonyos szintet, és összekapcsolódnak, akkor alakulnak ki olyan emberi társasságok, társadalmak, hálózatok, amelyek önszabályzóak. És ez lehet. Tehát íratlanul is látom a törvényt. Erőszakszervezet nélkül is betartom a törvényt. És közös egyetértéssel, nagyrészt hallgatólagos egyetértéssel működnek a dolgok.
Izlandon 1000 éves jogfolytonosság van. Gyakorlatilag nincs bűncselekmény a szigeten. Tehát 938-tól folyamatos a törvényalkotás. És a jogalkotó, jogfilozófus, jogértelmező, jogalkalmazó, ezek nem dobódtak szét generációról generációra különböző társadalmi borzalmak következtében. Tehát egyetlen tudat át tudja látni, hogy milyen szellemben fogalmaztak, amikor emberről, világról, társadalomról volt szó, ez a jogfilozófia. Milyen szellemben alkottak törvényeket ezen jogfilozófia alapján, mi módon értelmezték ezeket a törvényeket egy adott helyzetben, és az értelmezésből milyen alkalmazás lett. Ez a jogrend 4 oszlopa. Ha megnézed ennek a 4 oszlopnak a működését, és nagyon eltérő mentalitást találsz, hogy homlok egyenesen ellenkező módon értelmezi, mint ahogy megalkotta, vagy teljesen másképp alkalmazza, mint ahogy értelmezi, vagy nem látható jogfilozófia a jogalkotás mögött, onnantól kezdve dezintegrált, szétesett vagy korrupt társadalomról lehet beszélni. De ez benned ugyanígy megvan. Nézd meg, hogy benned hogy működik a beszéd, az érzelem, a gondolat, a cselekedet. Ez milyen szokásokat, szokásrendszert, mentalitást követ? Nagyon másképp gondolkodsz, mint ahogy érzel? Nagyon másképp cselekszel, mint ahogy beszélsz? Oké. Ha ezt elkezdjük rendbe rakni magunkban, akkor ez természetes módon kihat a környezetünkre, és inspirál. A boldogság, az elégedettség, a világosság inspirál. És akkor másképp tudunk társulni. Nézd meg, soha nem gondolnád azt, hogy ez a villanyhálózat úgy is működik, hogy nincs erőmű. Mert ugye az erőmű, a központi hatalom, az tolja az elektromosságot. Svédországban 2023-ra minden háztartást lekapcsolnak a nagy hálózatról, mert helyi megújuló energiára áll át az egész, csak a nagyfogyasztók maradnak rajta a hálózaton, mert olyan napelem nincs, ami egy autógyárat úgy be tudna ragyogni. Hát azért kell egy kicsit több juice. Azt szeretném kérdezni, hogy a szenvedés az valóban segít a... Tehát, hogy ugye az elején volt az előadásban arról szó, hogy úgy élünk, mint a vírus a Földön, tehát, hogy ne éljünk úgy. Tehát a vírus hosszú távú működéséhez, hogyha szenvedünk, abból tényleg tanulunk? Vagy mennyi idő alatt tanulunk? Vagy ki, hogy tanul? Együttérzéssel figyelem a királyi többes működését a kérdésedben. Ugyanis világos, hogy kiterjeszti az alanyt, ha akarom 7 milliárd főre, ha akarom 2 főre. Az igazi kérdés tényleg az, hogy egy adott tudat számára, mint mondjuk te, mennyi szenvedés kell, hogy tanulj belőle? Mennyire vagyunk érzékenyek, amellett, hogy szenvedünk? Ha a szenvedés önmagában úgy, ahogy van, megvilágosodást eredményezne, az összes mazohista butha lenne. És nem az. Mert ők szeretik. Tehát akik szeretnek szenvedni, és ebben lelik örömüket, ez egy nagyon nagy paradoxon, de hát lásd, ilyen is van a Földön. Szeretnek szenvedni, mert ezzel a szenvedéssel azonosulnak. Hát önmagában a szenvedés ténye még nem jelenti azt, hogy meg is akarunk szabadulni tőle, csak amikor már olyan, hogy nagyon fáj, nagyon elég, akkor akarod a szenvedés okát meglátni, a megszüntetését és a megszüntetés útján elindulni, és lehetőleg végig is menni. Tehát a szenvedés tényéből önmagában csak a szenvedés következik, semmi más. Az ahhoz való hozzáállásod, az arra való reakciót dönti el, hogy a szenvedés az tovább megy, erősödik, gyengül vagy megszűnik. Nincs ilyen objektív határ. Ez a rossz hír. De a jó hír az, hogy te bármikor határt szabhatsz neki. Mert nincs objektív határ. Az lenne a kérdésem, hogy amiről beszéltél, ezek az ideális helyzetek, vagy önfenntartó helyzetek, amik elméletileg működhetnek, vagy adott esetben a konkrét példa Svédország volt, hogy 2020-as évekre működni is fog. Ez mennyire, vagy mikor érheti el azt a kritikus tömeget, ami egy földméretben is kellene, hogy működjön, hiszen ezek az ilyen kis elszigetelt zárványok előbb-utóbb
a nagy tömeg nyomás hatására valamilyen elpusztulnak, tehát általában az indián társadalmakat szokták fölemlegetni, mint egyfajta ilyen természetközeli, meg természeti erőforrásokkal viszonylag jól bánó társadalmak, és akkor ezek így elpusztultak. Illetve ehhez csatlakozva egy másik megállapítás vagy kérdés, amire nem is én tettem föl, de a válasz érdekelne, hogy elég gyakran bírálják ezeket a elsősorban amazóniai országokat, de van ilyen Ázsiában is a természetpusztítás miatt, tehát a fakivágások meg egyebek, és akkor ott valamelyikük föltette azt az egyébként kézenfekvő kérdést, hogy Európában az ipari forradalom után írtották ki az erdők nagy részét, és milyen alapon szólunk mi nekik, miután a sajátunkat kiirtottuk, és azt mondjuk, hogy te meg vigyázz a tiédre, mert végül is az a föld tüdeje. Tehát ez miféle erkölcsi alap arra, hogy szóljunk neki, meg egyáltalán ez olyan, mint hogyha én nekem elfogyna otthon az élemem, és akkor azt mondom a szomszédnak, hogy te ne egyél olyan sokat, hanem add nekem a felét. Jó, az első kérdés az a válaszom, hogy azon kell dolgozni, hogy az árványok helyett elérjünk egy kritikus tömeget. És ezt megint csak az emberi gondolkodás szintjén, az emberi mentalitás, hozzáállás szintjén tudjuk igazából elérni. És akkor ennek vannak materiális kivetülései, mint például önfenntartó energiarendszerek. Érdekesség, hogy ha rákeresel, meglátod azt a rendkívül kicsi területet Észak-Afrikában, amit be akartak telepíteni napelemmel, hogy egész Európát ellássák elektromosság, és behalt a projekt. Nem elég biztonságos, túl sokba kerül, stb. Nem rezeg itt valami? Tehát nem voltunk annyira felnőttek mentálisan, hogy ezt előre tudjuk, hogy ez ilyen kockázatokkal jár, de az előnyök és a profit az sokkal, de sokkal fontosabb lett volna ebből a projektből sem, mint az, hogy elkezdjünk aggódni az ellenséges törzsek, a homokviharok, meg az 1000 kilométeres távok miatt. Az a döbbenetes, hogyha a 3000-ékét a belső napfénynek felfognánk, ami a Föld területét éri, 3000-ékét, abból az egész Föld energiaszükségletét bőven lehetne fedezni, mindent. Mindent, amit most egyébben működtetsz, mint elektromosság, vagy nem megújuló elektromossággal ugye, működteted, azt 3000-ékkel ki lehetne váltani. És ennyi eszünk nincs, hogy ezt megcsináljuk. Tudod? Tehát itt egy kollektív tudatformáról lenne szó, közös mentalitásról, hozzáállásról, amit nagyon sokszor az elit kontrollál, de amíg az emberek belül nem veszik észre a saját autonómiájukat, lehetőségeiket, hálózatépítés és egyéb lehetőségeit, addig ez nem fog megváltozni. Addig mindig úgy vesszük, hogy nekünk alárendelt szerepben kell lennünk. És ez nem így van, ezért nem áll fölötted, hanem a struktúra egy másik helyét foglalja el. De miért? Egyszerűen azért, mert te a saját autonómiádat, a saját szellemi lehetőségeidet, a saját társulási lehetőségeidet nem érvényesítetted. És mihelyt elkezdesz érvényesülni, azon nyomban megváltozik a helyi gravitáció. Az a fajta társadalmi egyensúly, amely mondjuk egy kisvárosban van, vagy akár egy kicsi országban van. Másik, amit kérdeztél, hogy erőforrás megosztás. Sajnos ugyanolyan szűklátókörű a mostani kérdése a dél-amerikai félnek, mint amilyen szűklátókörű volt az ipari forradalom utáni Európa, amikor kiirtotta a saját erdejét. Tehát nincs minőségi különbség a két kérdés között. Tehát le kellene ülni és azt mondani, hogy nézd, mi újra telepítettük az erdőink X részét, mi nem szeretnénk, hogyha te ezt meg kell... Tehát mi már ebből tanultunk, tanulnál-e a hiba elkövetése előtt a saját esetedben? Ezt láttatni kell valahol, és most már sokkal inkább tudjuk, hogy egyetlen nagy hajóban nevezünk mindannyian, mint amennyire az ipari forradalom idején ez nyilvánvaló volt. Tehát Stevenson kitalálta a gőzmozdonyt. Ha tudtuk volna, hogy az üvegházhatás mit hoz, engedjük, hogy így buff, így ez a hatalmas fekete, szürke, meg egyéb füst fölmenjen, és ezrek. Nézd meg a régi fekete-fehér filmeket, hogy működtek az akkori gőzgépek, meg a szén alapú társadalom, Anglia, meg az angol száz kultúra, aztán egész Európa, ugyanúgy. Úgyhogy ezek nagyon kemény imperatívuszok, csak ne tettessük, hogy ugyanolyan szintű kérdéssel meg tudjuk oldani a problémát, mint amivel elkövettük 300 évvel ezelőtt. Itt mindenki hibázik.
és csak közösen tudjuk a hibát javítani, nem pedig az egymásra mutogatással. Életem egyik fontos szakaszát úgy éltem le, hogyha egyéniségként lelkem kiteljesedését kieresztettem a társadalomra, akkor egy abszolút negatív visszasugárzást, és mondhatom talán még úgy is, hogy életellenes tettre voltak képesek velem szembe. Gyakorlatilag egy hete döntöttem el azt, hogy eljövök egy YouTube meghallgatást. Találtam teljesen véletlenül. Igazándiból a reinkarnáció az énnek a kivetülése a társadalomra, és igazándiból a nagy kérdés itt jönne, hogy a kivetült közösségtudat az mennyire képes globálisan megjavítani, mondjuk úgy a Földnek, mondhatnám azt is, hogy a rezgését, mert energiáról van itt szó. Az egyéni kivetült tudat, tehát amit te tudatosan projektálsz a saját környezetedbe, rendkívül fontos, hiszen ez a család életednek a része. Te milyen mentalitással vagy otthon? Milyen jelenléttel mész be egy üzletbe? Hogyan kéred az autópályajegyet a benzinkútnál? Tehát ez már tanítás, már az energiádnak a környezetbe való ugye, kivetítése. És hogyha tovább viszem, akkor csak ezek a tudatosult, világos életű közösségek, ezeknek az összekapcsolódása, a szerves evolúciója, az alulról építkezése az, ami ezt a Földet megjavíthatja. Mert ez tartós. A fölülről vezérelt, rövidtávú érdekeket kiszolgáló, elitista dolgok nem azért rosszak, mert most ennyi könyv szól erről. Azért helytelenek, mert nem működnek. Működnek pár évtizedig, aztán szevasz, és akkor takaríthatjuk a romokat. Megalapíthatjuk újra a társadalmat. Elég volt, ne kelljen. Tehát határozzuk meg az alapokat, ezek az alapok szerencsére bennünk működnek, természetesen tudjuk ezeket a területeket művelni, nem kell külső engedély hozzá, csak magunkban ezt a fajta tudati kultúrát együttes erőfeszítéssel létre tudjuk hozni. Meg tudjuk sokszorozni. És ha van valami, ami segít, az az ilyen társasságok, közösségek összekapcsolódása, és akkor egy idő után irreleváns és felesleges lesz minden olyan, ami ideológikus vagy dogmatikus alapon felső kontrollal akar élni. És ez akármennyire és mennyiségileg kisebbségnek tűnik ezen a Földön, bizony elérhetünk kritikus tömegeket, először lokálisan, aztán esetleg globálisan is. Ez lehetséges. Amikor jöttem, tudtam, hogy itt eső lesz, eső volt. Mikor beültem a kocsiba, az volt a legelső, mondtam a páromnak, a lehulló fákra kell figyelni. Hát Győr-Sopró megyébe, ahol jöttem, ott 30 centis fák vannak keresztbe törve az úton. Ha ez így van, akkor valami a tudatban, ugye, az okozat normális látásától kezdve egy intuitív szikráig közölhette veled, hogy itt a lineáris idő egy későbbi pontján mi fog történni, az álomállapotban is előfordul sokszor, hogy beugrik, hogy hú, hát akkor itt ez lesz. És akkor az ott az lesz. Ezt a tudat természetes működéseként kell fölfogni. Ha nagyon tiszta a tudat, nagyon jól látja az idősíkokat, ha kevésbé tiszta, akkor kevésbé látja jól. Úgyhogy ez teljesen természetes. Igazából mondanék négy példát, amit így a neten meg lehet nézni, vagy könnyen találni. És a két dolog közti különbségnek az okát nem értem. Tehát az lenne az egyik példa, ezt elég sokszor lehet olvasni, hogy valamelyik északi országba egy szigetre telepítettek, azt hiszem, rénszarvasokat, és nem volt természetes ellenségük, tehát ők voltak úgymond a táplálékláncnak csúcsán, és pillanatok alatt elszaporodtak, aztán egy idő után kipusztultak, hiszen fölélték az erőforrásokat. Aztán volt a 60-as években egy kísérlet, ahol annyiban az már egy szándékos kísérlet volt, hogy egereknek rendeztek be egy ideális terepet, mert gyorsan szaporodnak, és akkor lehet nyomon követni dolgokat. És egy nagyon ideális volt, tehát így kialakították a megfelelő járatokat, mit tudom mindent, és rendszeresen naponta kívülről juttatták be az élelmet, de valami hihetetlen bőségben, aminek a következményeként ezek az egerek nagyon elszaporodtak, majd egyszer csak valamilyen oknál fogva, mint hát igazából nem tudták ennek a magyarázatát, vagy hát többféle magyarázatot is adtak, ez az egér társadalom egyszerűen elkezdett drasztikusan csökkenni a lélekszám, pusztultak meg mindenféle ilyen
agresszió meg egyéb jelent meg. És akkor ugye van a harmadik, hát az nem egy kísérlet, az egy történelmi esemény, amire olvastam, hogy annak idején Új-Zélandra, amikor megérkeztek az akkor most már őslakosnak számító benszülöttek, akkor találtak ilyen strutszerű egész nagy madarakat, amik repülni se tudtak meg semmit, és nagyon könnyű volt vadászni. Ezeket ott levadázták, olyan szintű mennyiségű élelemhez jutottak, hogy nem is ették meg az egészet, csak a jobb részeit, aztán ezek elfogytak, később már megették minden részét, aztán utána oda jutottak, hogy mindenféle más állatot, meg patkánt, és akkor a végén már egymást is. Tehát, hogy ez a három példa az bizonyítaná, hogy egy populáció, hogyha nincs valamiféle külső kontroll, tehát mondjuk ő a csúcsragadozó, akkor képtelen az erőforrásokat megfelelően kezelni. És akkor a negyedik példa, ami ennek a gyökeres ellentéte, csak éppen az nem állatok, illetve emberekről szól, hogy aztán Angliában egy jó ember beletette egy nagy üvegbe valamilyen növényt, majd ezt az üveget így ledugaszolta, és ez a rendszer, anélkül, hogy kívülről bármit tenne bele, maximum talán fényt, ahogy ugye átmegy az üvegfalon, ez a rendszer, ez közel 40 éve, 30-valahány éve működik, tehát se vizet, se egyéb ilyen külső dolgot nem kell ebbe bejuttatni. Tehát, hogy lehetséges az, vagy ez a növény, illetve a állati, emberi tudat közti különbség, hogy úgy néz ki, hogy az elmős állattól fölfelé föléli az erőforrást, ugyanakkor ez a növényi dolog, ez pedig működik elméletileg mindenféle külső behatás nélkül. Pontosan a növény, az állat és az ember közti különbség indokolja ezt. A részletekbe azért nem mennék bele, mert nem vagyok a terület szakértője. De egy biztos, ott, ahol tudjuk, hogy hol az elég, ott megállt tudunk parancsolni. Húsvét szigeteken ezt nem tudták, letarolták az összes fát. És amikor az utolsó fát kivágták, még akkor se ötlött az eszükbe, hogy hát ez nem fog itten újra nőni, nincs miből. Magunkban tudjuk azokat a ciklusokat észrevenni, amelyeknek a részesei vagyunk. És ezeket a ciklusokat tudjuk szabályozni a saját tudatunk tisztasága és a cselekedeteink tisztasága függvényében. Nincs más külső szabályozás, különben szó szerint a fal adja a másikat. Pueblo indiánoktól kezdve a majákig mindig, amikor egy ilyen lefelé menő fázisba jutottak, szörnyű dolgok történtek. És ezt dokumentálták is később a tudósok. Tehát a külső visszajelzés az nagyon durva. És ha a durvasága megoldaná a problémát, magyarul megtanulnánk a leckét, akkor azt mondjuk, hogy hát egy-két ilyen világválság, és akkor úgy jól vagyunk. De nem. Nem tanuljuk meg a leckét. Ezért mondtam az előbb, hogy a következő ciklust milyen tudati alapról indítjuk, az fogja eldönteni annak a működését. Ha ugyanolyan tudati alapról indítjuk, ugyanúgy fog működni a ciklus a megváltozott körülmények között, ameddig működhet. És utána vége. Aztán kezdődik megint egy új. Amit tanultunk közben, az azon mutatkozik meg effektíve, ahogy az új ciklust kezdjük. Kész. És ilyen szinten ezek a válságok, az elképesztő erőforrás hiánya, víz hiánya, különböző zártnak tűnő rendszerek működésképtelensége eddig nem tanította meg legalábbis az emberiséget, hogy jó vírusként viselkedjen, és ne rossz vírusként viselkedjen. Ezért önmagában a szenvedés nem megoldás, ahogy azt az előbb mondtam. Hogyha kellő érzékenységgel és tisztán látással élünk, akkor lehet még szenvedés nélkül is úgy meglátni a dolgok működését, hogy abból megfelelő következtetéseket vonjunk le, és megtanuljuk a leckénket. Hát ez vice versa is igaz, nem kell szenvedni ahhoz, hogy tanulj. És a szenvedésből nem következik önmagában a tanulás. Csak a kényszer. Én most ide belecsöppentem, fogalmam nem volt, hogy hova jövök, az de nagyon örülök neki, hogy eljöttem. Ez nagyon érdekes örülünk. Volt számomra. Azonban nekem lenne egy gyakorlati kérdésem, és ezt tényleg személy szerint kérdezném. Ami engem mostanában nagyon zavar, ha emberekkel beszélek, és ami nekem világos és érthető, és tudom, hogy működünk, hogy működik a világ nagyjából, amikor azt látom, hogy ő azonban nem látja ezt. Én ideges leszek. Igen. És a barátnőm meg tudja mondani, aki szerintem már ő is már gondolhat, hogy agresszív leszek. Tehát én nem vagyok agresszív, de nem tudom másképp kifejezni, a nem értem, hogy te miért nem érted. Uh-huh. Tehát nem értem, hogy te miért nem látod, amit én látok. És erre szerettem volna megkérdezni, hogy mit csináljak ilyenkor?
Tehát mit próbáljak csinálni, hogy ne úgy reagáljak emberekre, mint múltkor is egy benzinkuton, hogy miután nem segít a kolléganőinek, akik évek óta tudja, hogy van fájdalma, tudna segíteni, ugyanis tudja, hogy hogyan kellene, ami ott kiderült a beszélgetésből, és nem érdekli. Nem érdekli, hogy mi van a mellette levő emberrel, hogy az most meghal, annak fáj valamie, ne adj Isten, kéne neki valami segítség. Az emberek úgy mennek el egymás mellett, hogy nem is akarnak segíteni a másiknak. Látják, de mégsem akarják látni. És én mindig ideges leszek. Tehát olyan szinten, hogy kiabálok. Hogy én mit csináljak, hogy ne legyen ez minden egyes alkalommal így, hogy úgy adjak hangot a véleményemnek, vagy a van erre az egy nagyon jó módszer. Hogy ne bántsak meg akkor per pillanat valakit. Kitűnő módszer van erre. Én megkérlek, hogy addig menj itt a környezetedben, az élőhelyeden, amíg nem találsz egy ideges és kiabáló embert. Igen. Ekkor figyeld meg ezt az embert, és nézd meg, hogy te mennyire szeretnél ráhallgatni. Mennyire szeretnéd követni. Mennyire szolgál például számodra bármiben az az ember, aki ideges és kiabál. És ekkor szerintem nagyon komoly motivációt nyersz arra, hogy megnyugodj. Tehát, hogy tartsd meg azt a tudatot, amelyik nem mozdul, nem ítél, nem ordít rá, nem reaktív, mert csak is ezt a minőséget, vagy ilyen típusú minőséget tudod példaként állítani az emberek felé. Igen, és ez kellett volna igazából, hogy példát állítsak, ne pedig azt, hogy lekiabáljam a fejét, bár ugyan a tartalom az az, hogy itt tart ez a világ, ahol tart, ezért, mert ti ilyenek vagytok. Mert én így ordítozom. Tartalom, igen. Az és ilyen stimmel, ideges vagyok, ezért ideges ilyen a világ. Vagyok. Pontosan. Igen. Tehát ez azért jó, mint tapasztalat, mert végre megláttad, hogy hogyan működsz. És nagyon sokan nem jutnak el idáig, mert mindig a világot okolják azért, mert én tudom, hogy az én hibám, csak nem tudtam vele mit kezdeni. Tehát tényleg ideges leszek, és én ki is mondom azt, amit akkor gondolok. Látom. Na szóval. Nagyon az, szépen köszönöm. Minden együttérzésem mellett a holnapi gyakorlatot javasolnám. Mindenképpen jövök. Bizti? Biztos. Na, ennek látod már előre. Be is x-eltem, hogy igen. X-eltem. És ha én x-elek, akkor igen, ha azt mondom. Ez jó. Ez azért jó, mert itt most akármilyen szép és emelkedett dialógust folytathatnánk, és folytatunk is. Ez nem fogja megoldani a kérdést. Tehát itt a nyugalom tapasztalata, annak a tudatnak a tapasztalata, amely ítéletalkotás előtt van, tűztípus vagy, pillanatok alatt olyan elképesztő gyorsan ítélsz emberek fölött, hogy utána ember legyen a talpán, aki ugye megáll előtted. Azonnyomban tudod, hogy mi a jó és a mi a rossz, és hogyha nem követi valaki, le is üvöltöd a fejét. Na, ez a fajta elképesztően gyors tudatműködés, ha nem fordítod megfelelő irányba, ez pusztító lehet. Önpusztító is, mert nagyon gyorsan visszajön. Tehát hogyan tartózkodsz az ítéletalkotó magatartástól belül? Ezt a fajta nem duális, nem reaktív tudatot, ezt úgy hívták Kínában, hogy Wu Wei. Szó szerint nem cselekvés. Na, ezt a nyugat aztán ilyen szentséges lustaságként értelmezte, bele is dőltek egy páran ebbe, hogy hát akkor ne csináljunk semmit, mert akkor azt mondták, hogy Wu Wei. Hát ezeknek így, amikor már csorgott, meg nem vitték le a szemetet két hét, akkor rájöttek, hogy ez nem erről szól. És a Wu Wei az a nem reaktív, nem ítéletalkotó, nem dualisztikus tudat. Tehát tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. Hogy meg tudsz maradni ebben a pontban. És nem indulsz ki róla. Nem engeded, hogy a körülmények kontrolláljanak. Nem követed mások hülyeségét. Úgy látod, ahogy van. De te azt az utat követed, amiben valójában hiszel. Hiszel abban a személyiségedben, abban az avatárodban, hogy te egy ideges, ordítozó, hirtelen haragú ember vagy? Ha nem hiszel, akkor bontsd le. Vondd vissza az energiát, tedd vissza arra a helyre, ahonnan jött, és csinálj egy új avatárt. Légy egy más típusú ember. Építs egy másik személyiséget. Hát ezt szeretném, ehhez kérem a segítséget. Meg is fogod kapni. Csak aztán bírd ki. Jó. Állok elébe. Kitűnő. Viszonylag személyes, de szerintem sokakat érintő kérdés. És arra lennék kíváncsi, hogy a féltékenységnek egy pár kapcsolatban mi az oka, és mit lehet ellene tenni? Hát, nagyon jót kérdeztél. Biztos, hogy jótól kérdezte?
előző életemben nekem is volt féltékenység radarom, és nagyon gyorsan észrevettem, hogyha az működik. És én azt hiszem, hogy a lojalitás és az elkötelezettség hiányában alakul ki a féltékenység. Akkor féltem a kapcsolatot, amikor valami az alapjaival igazából nem jó. És hogyha a kapcsolat alapja tiszta, akkor látom a másikat úgy, ahogy van, és ő is engem. A féltékenység az a bizonytalanság plusz birtoklásvágy ugye egyszerre. Kontrollálni akarom a kontrollálhatatlant, a másik embert. És pont ezért, mint minden félelem alapú érzelem, elveszíti azt, amit a legjobban félt, a kapcsolat ártatlanságát, intimitását, bensőségességét és bizalmát, amin egyébként a szeretet is alapul. Nem csak ezen, de ezeken nagyon. A féltékenység az a saját célját semmisíti meg, ahogy a harag is, meg az agresszió is. Tehát nézd meg azt, hogy mi ez, honnan jön. Hogyha a párod ilyen, akkor kérd meg, hogy ő tegye ezt. És utána kommunikálja. Tehát, hogy mi ez, honnan jön? Bennem van ez a gyomnövény, hogyan tudom kiszedni? Tehát az, hogyha csak levágom, de nem szedem ki a gyökerét, az azt jelenti, hogy kétszer olyan erősen jön föl, ezt hívják elfolytásnak. Kamatostul kapod vissza azért, mert nem mentél le a gyökeréig. És a zenben ennek a jelenségnek, mint minden jelenségnek, úgy látom meg a gyökerét, hogy addig kérdezek, ameddig a keletkezés pontját, azt, ahol elkezd forni, ahol elkezd létezni, ahol kipattan látszólag a semmiből, azt megtapasztalod, hogy itt és most mi az, ami bennem létrehozza a féltékenységet. Tehát ez odáig lehet vinni, hogy teljesen ura vagy annak, hogy most akkor legyek féltékeny, vagy sem. És meglátod azt, hogy ez hogy keletkezik, hogy működik, hova vezet, és hogyha nem akarod, akkor nem fogod gyakorolni. Az, hogy odafigyelünk a másikra, hogy egy kölcsönös, ugye elkötelezettségen alapuló kapcsolat van, hogy ezt hosszú távra szeretnétek, az nem jelenti azt, hogy féltékenynek kell lenni. Nézd meg gyökerében egy olyasféle dualitás, olyasféle nem látás, nem tudás van, ahol egy tisztánlátást, világos, együttérző tudatot szeretnék pótolni valamivel, ami nem működik. Tehát a bizalmat nem lehet féltékenységgel pótolni. A szeretetet nem lehet csak elvárásokkal, szabályokkal pótolni. A kapcsolat alapjaira kell rátekinteni, azok hogyan működnek, és ha benned van, akkor addig kérdezni, amíg meg nem látod az igazi gyökerét, hogy pontosan a lelkedben ez hogyan pattan ki. Akkor máshova lehet tenni az energiát, és tudatosítani azt, hogy én nem így szeretnék élni, én nem így szeretnék viszonyulni. Azt szeretném megkérdezni, hogy korábban, ugye évezredekig tartott a buddhizmus, hogy miért váltotta fel? Tehát, hogyha ezt aktívan gyakorolták az emberek, akkor miért váltotta fel a fogyasztói társadalom? Lássuk be, hogy a hagyományok azok el tudnak öregedni. Tehát nézd meg, hogy működik ez. Van egy lánglelkű proféta, tanító, akinek a szemében ott fénylik az önvaló teljes mi voltában, a megvilágosodott, megváltó, stb. Ez a szellemi ősrobbanás. Az első generáció még ugyanazt a fényt hozza. És utána szépen lassan elkezd hűlni ez a szellemi univerzum, és létrejön az ingatlan alapú galaxis, meg a hatalom alapú pálya, görbe, és a többi. Tehát visszahűl az egész névre, formára, érdekre, csoportokra, stb. És akkor egyszer csak a sok-sok megújulási kísérlet összeáll egy kritikus tömegé, és akkor megint leszületik valaki, aki elképesztően újraírja ezt az univerzumot. Ez alól egyetlen egy vallás sem kivétel. Tehát az igazi kérdés számunkra az, hogy hogyan újítjuk meg magunkban azt a szellemiséget, amelyet követni akarunk, mert ne csak kövesd, hanem belül éld, sőt belül újítsd meg. Ez így működik helyesen. Tehát a buddhizmussal is ugyanaz történik, mint nyugaton a kereszténység, elöregszik. És meg lehet újítani, nem kell újabb paradigmatikus változás. Csak amikor a kereszténység úgy megy oda, hogy minden politikai, történelmi és egyéb terhét hátrahagyta az anyaföld részen, és úgy tud Ázsiába menni, meg Dél-Amerikába ugye korábban, hogy elég, ha hiszel és ma vele vacsorálsz, ez elképesztően erős.
Hát mindenki a szeretetet szeretne, és egyébként univerzális forrásból megkapja, átérzi, ott a tömeg, érted? Az verhetetlen. Egy mozdulat, és vele vacsorálsz, és minden megvan, és megváltott. Kész. Ugyanez, amikor a buddhizmus nyugatra jön, akkor ebben az életben megvilágosodhatsz. Ha ebben a pillanatban minden ragaszkodásodat hátrahagyod, buddha vagy. Ez is verhetetlen. Tehát ez az újdonság varázsa, a benned létrejövő szellemi ősrobbanás lehetősége. És ezzel az emberek világos, hogy élni akarnak. Úgyhogy a megújulás az bennünk van, az elöregedés pedig a szervezetben. Jó? Tehát nem szabad azonosítani egyetlen szellemi utat sem, sem azzal a dogma környezettel, ami aztán előbb-utóbb rárakódik és körülveszi, sem azzal az intézményrendszerrel, amelyben ez ugye látszólag létezett. Az út bennünk van. A megváltás a lélekben van. A megvilágosodás a tudatban van. Úgyhogy, ha ezt az utat szeretnénk járni, akkor semmi más nem kell tennünk, mint meglátni egymást ezen az úton, társulni, összekapaszkodni, és közösen kirántani a szekeret a kátyúból. Ezt hívjuk közös gyakorlatnak, közös cselekvésnek, ekkor a tanítás nyilvánvalóvá válik, el tudjuk fogadni a tanító személyét, és ezzel a hárommal, hogy tanító, tanítás és tanítványi közösség, tudunk haladni az úton. Nem magunkért, hanem másokért, minden érző lényért. Ehhez kívánok még magunknak, így egymásnak nagyon sok jó találkozást a Dharma jegyében, és megköszönöm a mai figyelmet. Holnap mindenkit szeretettel várunk a meditációs gyakorlatra. Köszönöm.